Lemondott a brit kormányfő, ezt Boris Johnson maga jelentette be. Igaz, azt is hozzátette, hogy egyelőre csak a konzervatív kormánypárt éléről távozik. A miniszterelnöki poszton addig maradna, amíg a párt meg nem választja új vezetőjét. Johnson tekintélyét sorozatban rázták meg botrányok, ezért egyre többen követelték a lemondását. Már kedd óta szinte minden szem a brit kormányfői rezidenciára irányult. Boris Johnsonra óriási nyomás nehezedett, miután kormányának tagjai tucatjával mondtak fel. Így fejezték ki tiltakozásukat az ellen, hogy a miniszterelnök a sorozatos botrányok ellenére sem akart lemondani. Good afternoon, everybody. A jég csütörtök délután tört meg. It is clearly now the will. Nyilvánvaló, hogy mi a konzervatív párt parlamenti frakciójának az akarata. Az, hogy legyen új vezetője a pártnak, és legyen új miniszterelnök, jelentette ki Johnson. A közelben kisebb tömeg verődött össze, az emberek fújolták a miniszterelnököt. Voltak, akik dalra fakadtak, azt énekelték, hogy viszontlátásra, Boris. Johnson azonban úgy megy, hogy egyelőre marad. Azt tervezi, hogy a kormányfői posztját megtartja, amíg a konzervatívok meg nem választják az új vezetőt. Az ellenzéki munkáspárt vezére jó hírnek nevezte Johnson lemondását. Kormányváltásra, új kezdetre van szüksége Nagy-Britanniának, fogalmazott a munkáspárti vezető a mikroblogján. Én kedvelem Boris-t, szerintem jó fej, rendkívül optimista fickó, de már túl messzire ment, ezért ideje távoznia, vélekedett ez a londoni lakos. A moszkvai vezetésnek nincs ilyen jó véleménye. Mint a Krem szóvivője mondta, Johnson nem szereti őket, és ők sem szeretik a brit kormányfőt. Boris Johnson 2019. júliusában lett miniszterelnök, miután elődjének sehogyan sem sikerült lefolytatnia a Brexitet. Johnson viszont gyorsan levezényelte az EU-ból történő kilépést, sokak szerint jól kezelte a járványt is, és sokan dicsérik Ukrajna politikáját is. A sorozatos botrányok azonban megtépázták népszerűségét. Legutóbb egy olyan politikust nevezett ki magasrangú pártfunkcionáriusnak, akiről tudta, hogy panasz érkezett rá molesztálás miatt. A lehetséges utódok között emlegetik mások mellett Liz Truss jelenlegi, illetve Jeremy Hunt korábbi külügyminisztert, Ben Wallace-t, a védelmi tárca vezetőjét, és Rishi Sunak pénzügyminisztert.